A mérnöki tudományok azok, amik már nem csak absztrakt koncepciók, hanem már alkalmazott tudomány, amit a mérnökök hoznak, ami nagyon fontos ahhoz, hogy az életszínvonalunk megmaradjon, hogy a jövőt tudjuk a jövőnek a nehézségeit értékelni és kivédeni. Diósady Levente, vegyészmérnök. A professzor milliók életét befolyásoló, különleges kutatómunkával keresi a megoldást a gyermekágyi halálozások megakadályozására, a fejlődő országok szegényei egészségének javítására. A Torontói Egyetem vegyészmérnöki karán két élelmiszeripari laboratóriumot irányít. Az egyikben fehérje kivonással, a másikban nyomelemdúsítással kapcsolatos kutatások folynak. Családommal jöttünk 56-os forradalom után, elhagytuk Magyarországot december 31-ére virradó éjjel, és pont egy évvel rá kerültünk Torontóba, közben Bécsbe és Montrealba voltunk. Édesanyámnak volt egy unokatestvére, aki kiment Bécsbe még 56 előtt, és a férje 56-ban forradalom alatt följött Pestre a Vöröskereszttel, és fölhívott telefonon, hogy a Leventének hozott egy kis csomagot, amit a Gizi küldött, ami lévén csokoládé és déli gyümölcs, ami akkor természetesen nem volt, és megbeszélték, hogy november 4-én majd édesapám átmegy a hotelbe fölvenni ezt a csomagot. Hát jött november 4-e, bejöttek az oroszok, ő elment, és december 6-áig sikerült lehallgatni a telefont. És akkor december 6-án éjjel 14 fegyveres űrge betört a lakás, bejött a lakás, nem tört, kopogtak, bejöttek. Házkutatás. És akkor hol vannak a ládák, hol vannak a ládák, milyen ládák? Hát ezek azt hitték, hogy a Levente az a régi Leventékre szól, ugye, aki a háború előtt, a ifjúságiak, és hát a csomag az biztos csak fegyver lehetett, más nem. Hát ezt apám sikeresen tisztázta, és azt mondta, hogy ezt az életben még egyszer nem akarja végigcsinálni, hogy ott üljön a Andrássy 66-ba egy egész napot. És akkor elintézte, hogy kijöjjünk, és akkor kijöttünk december végén. Az otthoni szókincsen még mindig az 56-os szókincs, nem a 2018-as. Nagyon jól emlékszem magyarországi, 13 éves voltam, amikor eljöttünk. Szóval 13 éves korban már alaposan megvan az emberben az ismeret, a beállítottság és az egész kultúra. Szóval mindig megmaradt, a szüleim mindig lévén erdélyek, mindig nagyon támogatták a magyarságunkat, és hogy magyarok vagyunk, és ezt kell tartani, tehát a beszédet kell tartani, írni, olvasni. És ez nekem nem volt nehézség soha, én mindig nagyon szívesen csinálom, néha jobban, néha rosszabbul. Édesapám egy kitűnő mérnök volt, és nagyon sokszor otthon tervezett. Az íróasztalán ott voltak kirakva a nagy rajzok, és apám ottan rajzolta és tervezett, és ez nekem nagyon tetszett. Úgyhogy én már 6 éves koromban elhatároztam, hogy vegyészmérnök leszek, és ez soha nem változott meg. Itt a Torontói Egyetemen végeztem a vegyészmérnökit. A specializációm az katalízis volt, ami elsősorban a petróleumipar irányába ment, és amikor befejeztem a doktorátust, akkor egy tervezőirodához mentem. De a vállalat megvette egy élelmiszer és agronómiai vállalat, aminek volt egy nagy étolajfinomítója. Akkor így lettem én étolajspecialista, ami elég jól sikerült. És megkaptam a lehetőséget, hogy fejlesszem a vállalaton belül a kutatást, tervezést és ilyesmit, úgyhogy amikor 8 évvel később elmentem, akkor már 40 ember dolgozott alattam a kutató részen. És akkor a volt professzorom meghívott az egyetemre, hogy akarnak kezdeni egy programot élelmiszeripari eljárásokba, és érdekelne engem bejönni, mint professzor. És kicsit gondolkoztam rajta, mert ez nem járt az eszembe, miután az iparban elég érdekes volt, amit csináltam. De nem igazán szerettem menedzselni, nem szerettem emberekkel
az anyagi és ilyen dolgokkal foglalkozni. Tudom, jó, az egyetem jó lesz, és elsősorban fehérjékkel, különböző kanadai mezőgazdasági anyagokkal, repce, kanola, mustármag, ilyenekből próbáltunk kivonni egyrészt fehérjét, másrészt olajat, harmadrészt különböző de orvosilag aktív anyagokat. Amikor megjelent nálam az irodába egy indiai úriember, és ő mondta, hogy neki van egy ilyen ötlete, hogy ő a sóra szeretne vasat fölvinni. Egy mérnök mindig szeret problémákat megoldani, ez egy alap, az ember azért mérnök. Úgyhogy bizonyos szempontból már csak a kihívás, hogy lehet megoldani egy ilyen aránylag nehéz kémiai problémát, érdekes. De aztán utána rengeteget tanultam. Hát semmit nem tudtam a helyzetről a harmadik világban, mert elvégül hol vagyunk mi attól, hogy mire kell vigyázni, milyen elvárások vannak, mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit nem lehet megcsinálni ott, amit abszolút egyszerű, ott néha lehetetlen. Úgyhogy ez egy nagyon komoly tanulási görbe volt. 15 különböző országban kipróbáltuk, hogy a vassal gyúsított só az ételekben nem tesz kárt. Tehát egy valami banánt csináltunk, ami a banán kéké lett. Eljutottunk oda, hogy ezelőtt kb. 10 évvel a iskolás gyerekeknek a mindennapi egy meleg ételt, amit kaptak az iskolába, hogy azt a misonkkal főzzék. És a net eredmény az lett, hogy 8 hónapra rá a vérszegény gyerekek száma 35%-kal lecsökkent. Tehát tulajdonképpen 1 millió gyerek lett, aki nem lett vérszegény ezután. Csak azért, mert a só, amivel főzték azt a rizst, meg azt az egyszerű ételt. És akkor 15-ben a kanadai állam fölvett bennünket, hogy ezt a technológiát, ezt vigyük át felnőtteknek. Úgyhogy ez a kísérlet megy most közben egy éve. Közben két másik állam is átvette, úgyhogy most 60 millió ember kapja általuk kidolgozott sót. A vashiány egy óriási probléma mindenütt a harmadik világban, de elsősorban Indiában, ahol a gyerekek 70%-a, a nőknek 54%-a vashiányba szenved, aminek az eredménye az, hogy évente több mint 100 ezer asszony hal meg, szülés közben, és több mint egy millió gyerek hal meg az első évben, illetve az első 5 évben. És a vashiányt lehet könnyíteni azzal, hogy a vasat valamilyen formában az ételbe beviszik. Ugye a nagy probléma az, hogy Indiában az emberek nem esznek semmi állati eredetű ételt. És főleg a szegények nem jutnak állati fehérjéhez, amiben a vas könnyen felszívható, és ami a vérszegénység megakadályozza. Úgyhogy kellett találni valami módszert, hogy lehet vasat bevinni ezekbe. És a só az egyetlen dolog, amit mindenkinek kell venni. Mi nekünk a nagy hozzájárulásunk az, hogy ha az ember vasat ad a sóhoz normálisan, akkor a már ott levő jódot azt teljesen elpusztítja. Sóban a jód nagyon fontos nálunk Kis-Kanadában és Magyarországon is van. De hát mit csináljunk, hogy ne történjen meg ez a reakció, ami a jódot tönkreteszi. Tehát ki kellett dolgozzunk egy olyan eljárást, amiben a vasat valamivel bevonjuk, hogy ne érjen hozzá a jódhoz. Úgyhogy a nagy trükk az volt, hogy gyártottunk só szemnagyságú vas koncentrátumot, aminek a közepe egy vörös és jó ízű vas, mert minden vas általában nagyon rossz ízű, de vasfumarát az ízetlen. Ezt bevonjuk titánium-dioxiddal, ami fehér, tehát befessük fehérre egyszerű festékanyaggal, és arra rárakunk egy zsír bevonatot, hogy egyrészt, hogy a vízbe ne oldódjon föl, csak a meleg vízbe, és másrészt pedig, hogy ne legyen kapcsolat a jód és a vas között. És így elértük azt, hogy a jód ahelyett, hogy 15 perc alatt elmenne, 5 év múlva is még ott van. Úgyhogy ez a technológia az alapja az egésznek.
A gyerekekkel volt egy fölmérés, és ott tiszta dolog, hogy ott 30%-kal kevesebb a vérszegény. Ugyanakkor meg volt egy másik fölmérés azokkal az asszonyokkal, akik teát szednek, szüretelnek, tealeveleket szednek le. És náluk is az történt, hogy a vérszegénység lecsökkent. Másik dolog, ami történt, amit senki nem várt, ami nagyon, nagyon érdekes, az, hogy az agyműködésük is megjavult, tehát mérhetően magasabb IQ-juk lett egy évre rá, mint amikor először mérték. A kutatás folytatódik tovább, rájöttünk, hogy ez egy kitűnő valami jármű, amivel tudunk mást is csinálni. Mi az eljárásunk az nagyon jó pofa, hogy a vas bumerátot azt összeragasszuk liszttel, és csinálunk belőle egy tésztát. De van egy nagyon finom, vékony cérnatésztát, van magyar szóra. Angel hair pasta, cérnatésztát csinálunk belőle, ami ez nagyon ronda, sötét barna. És ezt a cérnatésztát utána levágjuk ugyanolyan hosszúra, minél olyan széles, szóval csinálunk belőle kis gömböket, és befedjük, mint mondtam, lefessük fehérre, és befedjük. Na most kiderül az is, hogy más hiány is van, nem csak vas, és a vérszegénységnek egyik hozzátevője a B12 vitaminnak a hiánya, ami egy nagyon ronda fajtáját csinálja az anémiának. De B12 nagyon-nagyon kevés kell a szervezetbe, és ez csak és kizárólag vagy vegyileg jön be, vagy valami állati eredetből. Tehát növény, ami B12 terjeszt, az nem nagyon van. Nincs. Úgyhogy rájöttünk, hogy hát kéne nem csak egy show, ami mondjuk double fortified, szóval duplán sűrített, most már ott tartunk, hogy három vagy négy dolgot rakunk bele folsavot, ami nagyon fontos a terhes asszonyoknak. Aztán miután ezt kezdtük csinálni, Bill Gates, körülbelül másfél évvel ezelőtt rájött, hogy a show az egy érdekes dolog, mert a sok mindent lehet ráakasztani. És még azelőtt nem tudtunk semmit se csinálni velük, nem tudom hányszor próbáltam bekerülni hozzájuk. Tavaly előtt végre elkezdtünk dolgozni a Gates Foundation-nál, akikkel különben nagyszerű dolgozni, mert abszolút, ha már egyszer eljutottál odáig, akkor segítségre készek, és értenek a dolgokhoz, és azok, hogy hagyják az embert. De tényleg nem az van, hogy odaadják a pénzt is, te lóghoz, hanem itt produkálni kell. Mi velük dolgozunk arra, hogy zinket és B1 vitamint is vigyünk föl sóra, akármilyen kombinációval. Úgyhogy a B1 vitaminos sónk az Kambodzsába lesz kipróbálva a jövőre, a zinkes az Etiópiába. Úgyhogy hirtelen elkezdtünk a világon több irányba mozogni, és mindegyiknek van jó esélye, hogy pozitív egészségügyi befolyásunk lesz. Főleg elsősorban az, hogy ezt a nagy számú, majdnem évi 500 000 halálozást megakadályozzák ezzel az aránylag egyszerű és olcsó dolga. Mi beavatkozásunk évi 25 cent személyenként, szóval majdnem semmi. Ugyanezt a technológiát, amit kidolgoztunk, próbáljuk átrakni másra. Teába próbálunk fölvinni vasat, ami egy még sokkal komplikáltabb kémiai probléma. A vas teával reagál, és sötét kék lesz, amit az emberek nem szívesen innának meg. Szóval ott is, hogy akadályozzuk meg azt az interakciót, ami a vas és a teába levő tanin között van. Ha ezt nem akadályozzuk meg, akkor a szervezet nem veszi fel a vasat. Hiába raksz bele akármennyit, azon kívül, hogy rossz ízű lesz és csúnya lesz, azon kívül még ráadásul nem is veszi fel a szervezet a vasat. Ott is technológiát fejlesztettünk ki, hogy lehet megakadályozni egyrészt a kémiát, másrészt, hogy lehet megakadályozni a rossz ízet. A kutatásom több vonalba megy, mert olyan vagyok, hogy semmire sem, hogy szeretek nagyon részletekben lenni, de szeretek problémát megoldani. Itt mellettem ezek mustárfehérjék. Mustár maga nagyon finom, értékes fehérje van, szóval erre kidolgoztunk eljárást, és most próbáljuk ezt nagyba kivinni, hogy lehet fehérjét gyártani,
a mustármagból. A szakmai kihívások mellett ez az ön számára miért fontos ez a kutatás, ez az új eredmények elérése, az újabb feladatok megoldása? Egy korábbi interjúban fölvágtam, hogy több embert gyógyítottam már meg, mint az orvosom. És ez egy nagyszerű érzés. Az, ami tart abban, hogy továbbra is csináljam, az egyik, a másik a tanítás. Az egy másik teljesen külön téma, hogy az ember fiatalokkal dolgozik különböző helyekről, és van alkalma átadni azt, amit tanult. De az, hogy amit csinálunk, az pozitív és jó, és hatása elég nagy, nem triviális. Sok minden dolog van, ami öt emberen segít, akik valami különös betegségbe szenvednek. Itt nagyon nagy számokról van szó, és aránylag egyszerűen és olcsón van lehetőség, hogy az embernek legyen behatása. Persze ezt nem én csinálom. Én a technológiát csinálom, egy egész társaság és társadalom van körülöttem. És akkor megalapította az élelmiszeripari tanszéket? Igen, szóval most én vagyok a Professor of Food Engineering a vegyészmérnöki fakultáson belül, és egy elég nagy és nagyon változatos fakultás, 28-an vagyunk, és minden az alap kivonása a különböző érceknek, egészen tissue engineering, ahol nagyon elég sok a biomedikus a kollega, akik nagyon érdekes, különleges dolgokat csinálnak, és én valahol in-between vagyok. Van egy olyan felállítás, hogy BioZone, ahol a különböző biológiával is foglalkozó emberek vannak, és ennek része vagyok. Kicsi csalással, mert a biológiához nem értek alapjával, én nem tanultam biológiát. Én igazi vegyészmérnök vagyok. De kollégák vannak, akik különböző mikrobiológiai eljárásokat csinálnak, enzimeket csinálnak. Én azokat használom, de nem csinálom. Úgyhogy egy nagyon érdekes és egy nagyon szép ez a fakultás, mert nagyon összetartó. Itten nem volt tanítás élelmiszeripari mérnökökre. Ugyanakkor meg az ipar keresi ezeket, tehát azt csinálja, hogy vegyész vagy gépész mérnököket átképez. És mondtuk, hát itt vagyunk mi, miért nem próbálunk ebbe az iparba bele nevelni embereket. Úgyhogy ezért innen jött az ötlet. Úgyhogy elkezdtük ezt a programot, ahol vegyészmérnöki karon belül egyrészt a harmadik negyed évben tudunk adni egy pár előadás sorozatot, ami élelmiszerre fókuszál, tehát megadni az alapokat, hogy ezek kimennek az élelmiszeriparba, hát tudják, hogy mik a fő fontosabb pontok, mikrobiológia, élelmiszeripi, kémia, meg ilyen dolgok, meg arra kell vigyázni, hogy ez nem olyan, mint a petróleum, tehát nem lehet 800 fokon csinálni. Érdekes módon az emberek azt hiszik, hogy mindenki ért az élelmiszerhez, és ez könnyű lesz. Úgyhogy elég sok diákot tudtam vonzani az évek folyamán, és szerencsém volt, mert nagyon-nagyon-nagyon jó embereket sikerült összeszedni, kinevelni. Én büszke vagyok, az egyik első doktoranduszom az egyetemi rektor Taiwanba, a másik az Tanzániába dékán, a harmadik Kínába dékán, összesen 17 professzorom van. Van egy másik oldala az életemnek, a különböző magyar dolgokba való kontárkodás. A Torontói Egyetemen létesült egy magyar tanszék, amit a Calgary-i társaság kezdeményezett, Széchenyi Társaság, és a Széchenyi Társaság vezette a gyűjtést erre. Ez megalapult a tanszék 78-ba. Hát én 79-be kerültem ide, és két dolog is volt. Az egyik az, hogy akkoriban ez volt a legelső
ilyen etnikus tanszék Kanadába. És elég gyorsan rájöttünk arra, hogy szükség volna, hogy történelmet is lehessen tanítani, és erre gondoltunk, hogy összeállítunk ezt a Hungarian Research Institute of Canada, Magyarság Tudomány Kutatóintézet. Sikerült megkártyázni azt, hogy az egyetem hajlandó volt felállítani egy társintézetet, amiben anyagilag nem érdekelt, tehát nem ad, nem kap, de ugyanakkor viszont mi garantáljuk az egyetem fele, hogy a minőség jó, tehát megmondjuk nekik, mit csinálunk, és de viszont használhatjuk az egyetem nevét. Ennek óriási előnye van olyan szempontból, hogy kifele azért a Toronto Egyetemnek nagy neve van, tehát amit az intézet csinál, az elfogadott. Az intézet megalakult 85-ben, vagy 86-ban. Én vagyok az egyik alapítótag, csináltunk konferenciákat 56-ról egyébről, és adtunk ki könyveket, mint az Erdély története, ami egy nagyon nagy munka volt. Én alapítótagja vagyok a Rákóczi Foundationnek. Korponai Miklós az még a háború után került ki. Ő egy nagyon jó meglátású magyar ember volt, aki azt mondta azt, hogy mi magyarok egymás között beszélgetünk, abból Magyarországnak semmi haszna nem lesz. Ha akarjuk a magyarokat segíteni, akkor a kanadai közegbe kell működni, és ott kell csinálni valamit, hogy a kanadaiak tudják értékelni a magyarokat. És akkor volt az ötlet, hogy miért nem csinálunk egy Magyarországon egy történelmi tábort. És eredetileg az volt, hogy kanadaiaknak. Szóval rájöttünk, hogy a magyar ifjúságot Magyarországon kívül, és Magyarországot körülveszi az ifjúság, akinek tényleg nagy szüksége van arra, hogy jobban megismerje az országot és a történelmét, és így kezdődött a mozgótábor ezelőtt 25 évvel. Most ennek a igazi mamája az az Ajtler Zsuzsa. És ő komoly szívvel, lélekkel ment abba bele, hogy ezt elkezdeményezte. És tényleg nem csak az volt, hogy volt egy tábor, ahol két hétig elvitték a gyerekeket, és nagyon klassz helyeket tudogattak nekik. Az igazi géniusz abban, amit a Zsuzsa csinál, az, hogy elkezdte azt a Rákóczi Family-t. Egyszer ott voltál, akkor mindig kapcsolatod marad a Rákóczival, Rákóczi valamilyen formában támogatni fog. És a lényeg az, hogy ti egymást támogassátok. Szóval kapcsolatokat felállítani a gyerekek, ezek tínédzserek, 14-től 16 éves a körülbelül az a kor, hogy egymás között, hogy megismerjék egymást, levelezzenek egymással, tartsák fönn a kapcsolatokat, csináljanak valamit ők maguk is. És ott tartunk, hogy 3000 ember van a Rákóczi családban, és az idősebb fiam magára vette, hogy ő nagyon szívesen foglalkozna erre, és nagyon sok időt és energiát belerakott ebbe. Most már háromszor volt a táborban, mint táborvezető, ami azt jelenti, hogy a szabadságából fölad két hetet, amit a felét, vagy többet, arra, hogy ezt csinálja. És hát aztán az, hogy apám meg én beszéltünk szakmát, érdekes volt, amit ő csinált, érdekes volt, amit én csináltam, mind a két gyerekem mérnök lett erre fel. A kisebb fiam László, ő angolul kifejezve aerospace engineer, tehát repülőgép, rakéta, űrkutatás ilyen vonalon, az MIT-n doktorált, tehát MIT a világ legjobb mérnöki iskolája. Miért fontos az ön számára, hogy megtartsa magyarságát, akár a tudományos intézeten keresztül, akár a magyarság ismereti tábor a Rákóczi Foundation révén? Családom Ady Endre családja. A nagyanyámnak unokkedvenc unokatestvére, édesapámnak a keresztapja Ady Endre. Szóval a családban mindig volt kapcsolat Erdéllyel és a magyarsággal. A szüleim mindketten nem nagy hangú, de nagy magyarok voltak, és nagyon fontosnak találták a magyar kultúrát, és ezt megszeretették velem. Szóval ezt őszintén szívesen csinálom.